Róma 6, 14. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. És innét erről szeretnék elindulni, és szeretnék egy kicsit mondani, hogy amikor a egyház, mert az elején látjuk itt a Csaba, itt ecseteltek, küzdködött már a törvényel, hogy újra körülmetékedni, újra betartani szokásokat. Bibliaiskolán is ezt vettük, hogy felment Jeruzsálembe, és nagyon örültek mindennek, de hát még ottan tisztulási szertartást mutattak be, még ezt is, meg áldozatot, meg mindent, mert nem tudták elfogadni, hogy csak úgy simán, csak úgy kegyelemből meg lehet menekülni, minden szertartás nélkül, nagyon nehéz volt elfogadni. És olyan érdekes, hogy ez a szellemiség olyan mértékben beette magát az egyházba, hogy teljesen meghatározta az eddigi életünket. A komoly ébredések, ahogy jöttek, akár Luther, akár a baptista, a pünkösdista és a karizmatikus ébredés mindig egy igazságot állított helyre az egyházba. Olyan érdekes volt, hogy a baptizmus idején vízbe folytották a baptistákat, gyűlölték őket, és elsősorban az akkori keresztények, hogy milyen új tanokat hirdetnek, pedig csak azt mondták, hogy a gyerek nem megy be attól a mennybe, hogy megkeresztelik. Ha nem tér meg, nem születik újjá, semmit nem ér neki az, hogy megkeresztelték. És merítkezzen be a felnőtt ember, ha van hite, a hitét mutassa meg. És ez egy nagy botrány volt. És úgy érzem, hogy ez az üzenet ugyanilyen nagy botrány a keresztény egyházban, hogy Isten a kegyelme az nem egy tan, hanem egy személy, aki Jézus Krisztus. Ez egy olyan botrány, ami át kell mennünk, és át kell, hogy itatódjunk az egészen, mert csak ez az egy kicsi ige is mit mutat? Miért nem vétkezünk? Azért, mert nem szabad. Nem. Azért, mert kegyelem alatt vagyunk. Azt gondolná az ember, hogyha a törvényeket elhagyjuk, és nem törvényeskedünk, és nem törvény szerint járunk, akkor majd vétkezni fogunk. De a vétkezésnek a legnagyobb ellenszere a kegyelem. Annak a legnagyobb ellenszere, hogy az ördöggel járjunk, az az Istennek a szerelme. Az Istennek a szerelme, ami szorítja a szívünket, az, ami alkalmassá tesz bennünket, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűjé, hanem a szellemé. Jézus, amikor elment a földről, nem azt mondta, hogy most gyorsan írjátok le, hogy mit kell még betartani, megcsinálni, hogyan, mettől, meddig, milyen módszeret kell használni, hanem azt mondta, hogy álljatok meg. Várjátok a Szent Szellemet, ami majd el fog jönni, és ne tegyetek addig semmit, amíg el nem jön atyánknak lelke, aki elvezére benneteket minden igazságra. Nem ismerték a Bibliát az első pogányságból megtért keresztények, mert nem is tudtak sokszor olvasni, és még le se volt írva például a párlevele az efezusiakhoz. És egyszerűen, amikor megértjük azt az egész küzdelmet, megértjük ezt az egész harcot, hogy mi történik, akkor megértjük azt is, hogy a kegyelem alkalmassá tett bennünket arra, hogy Krisztusban a bűnnélküliségünket meglássuk. Gyakorlatilag az történt, hogy nem te rád fókuszált az új szövetség, hanem egy személyre, Jézus Krisztusra. Ő rá fókuszált. Az ördög pedig azt akarja, hogy magadra fókuszálj, a bűneidre, a gyengeségeidre. De Isten azt akarja, hogy Jézusra fókuszálj, és ő benne egészen máshogy látod magadat is. És amikor meglátod, hogy Isten szeret téged igazán, és hogy érted adta a fiát, és olyan értékes vagy, amennyi pénzt adnak, érted? Olyan értékes vagy, és érted, sokat adtak, nem is pénzt, mert megfizethetetlenül értékes vagy. Pénzben nem lehet kifejezni a te értékedet. Így szeretett Isten téged, és értékesnek látott, meglátta azt a kincset, amit énekeltünk is, hogy te egy kincs vagy, egy gyönyörű kincs, amit Isten meglátott, és odaadta a fiát. És amikor elkezdünk így gondolkodni erről az egész dologról, akkor kezdjük megérteni, hogy itt egy más témáról, más rendszerről, más gondolkozásmódról van szó. Amikor azt mondja, ne szeressétek a világot se, ami a világban van, mert ami a világban van, a szemkívánsága, a testkívánsága, az élettel való kérkedés, nem az atyától van,
Itt persze azt gondoljuk, hogy itt a paráznaságra, meg a szenvedélybetegségekre, meg nem tudom, mire gondol az Isten, de valójában a világnak a szellemisége, ez a kárhoztató, ítélkező, törvényes szellemiség. És miközben azt gondoltuk, hogy kiszűrjük a világot, kárhoztató, ítélkező, törvényes gyülekezeteket hoztunk létre, és megnyomorodtak emberek, és tönkrement közöttünk a Krisztus. És Isten azt akarja, hogy térjünk vissza. Úgy, ahogy az egyház visszatért a bemerítkezéshez, visszatért a nyelveken szóláshoz, visszatért a csodák elhívéséhez, hogy ma is gyógyít az Isten, úgy térjél vissza, és térjünk vissza az igazi evangéliumhoz, ami maga Jézus Krisztus személye, az Istennek a kegyelme. A Róma levél azt mondja, és ez egy nagyon, most tovább olvasom, mit mondjunk hát a Róma 9:30? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig hitből való igazságot? Izrael ellenben nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe. Amint megvan írva, ímé beleütközés kövét és botránkozás szikláját teszem le Sionban, s aki hisz benne, nem szégyenül meg. Tehát látjuk, hogy a törvény által nem lehetett elérni az üdvösséget, nem lehetett elérni Krisztust, hanem beleütközik az ember, amikor a törvény által akarja megnyerni ezt az egészet. Nem fog menni, nem fog tudni mit csinálni, de amikor elkezdesz hinni, akkor egy érdekes mechanizmus indul be az életedbe. Mit mond közel hozzád a beszéd? Róma 10:8. A szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, melyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Tehát azt mondja, hogy szívvel hiszünk az igazságra, és itt nem az igazság szó van, hanem, amit a Béla már többször itt kifejtett közöttünk, itt a megigazulás szó van. Tehát szívvel hisszük azt, hogy Jézus Krisztusban meg vagyunk igazulva. Hogy Jézus Krisztusban minden bűnünk meg van bocsátva. Hogy Jézus Krisztus helyre rakta az életünket, ebbe a szívünkkel hisszük. És utána megvalljuk a szánkkal ezt az igazságot, és ez lesz a mi üdvösségünk. Ez lesz a mi bemenetelünk. Az, ami Jézus Krisztusban megvan. Ez a mi rendbe jövetelünknek az alappillére. Ez egy csodálatos örömhír, és ez a csodálatos örömhír Jézus Krisztus által adatot nekünk. És az autonóm gyülekezetben most 2 órakor prédikáltam egy kicsit, reggel meg a baptista gyülekezetben, a baptisták elég nehezen vették a kanyart, azt úgy megmondom, tehát a veresi asszonykórus, tudod, mi van az, aminek 2 foga van és 100 lába? Veres egyházi asszonykórus, tehát nehezen vették a kanyart, először csak néztek, hogy ki ez az őrült, aki ide beszabadult a szép imaházukba. Aztán utána elkapta őket az Isten szelleme. Aztán a végén teljesen oda kerültek az Isten jelenlétébe. És az a helyzet, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon botrányos ez az evangélium, mert ez nem arról szól, hogy te mit tettél, hanem arról szól, hogy Isten mit tett érted. És ez botrány ma is. Érdekes módon, hogy Jézus Krisztus az ő személye. Azt mondja, az én juhaim, és erről beszéltem az autonómban ma, és most egy picit nektek is el szeretném mondani, hogy a bárányok hallgatnak, ez volt a címe a prédikációmnak, de nem Hannibal Lecterről beszéltem, hanem, és nem horrorfilmről, bár elég horror történet a kereszténység, úgyhogy nem teszek hozzá túl sok mindent, de hogy miért hallgatnak a bárányok? És nem tudom, hogy gondolkodtál-e azon, hogy miért hallgat a süket néma? Miért hallgat? Szerinted tud beszélni a süket néma? Tud beszélni, képzeld el, tud beszélni. Csak nem hallja a beszédet, és mivel nem hallja a beszédet, nem hallja a saját hangját se, nem tudja megtanulni a szavakat, a dallamát, a szavaknak a kiejtést, ezért nem tud beszélni.
És az egyházban ma a bárányok hallgatnak. Mert süketté lettek téve arra az evangéliumra, amit Jézus eredetileg hozott. És a Jézus eredeti evangéliuma az, hogy szabadok vagytok. Az Jézus eredeti evangéliuma az, hogy ne a bűneidre nézzél, hanem nézzél rám. Tudjuk a történeteket, már annyiszor mondom újra és újra, de megint mondom, amikor ott áll az asszony, elment mindenki, aki vádolta, azt mondja, hol vannak a vádlóid? És csak egy ember volt, aki vádolhatta volna, az Jézus volt, és azt mondja, hogy én sem vádollak téged. Nem engedhetsz a vádlónak semmilyen körülmények között, akármilyen mélyen vagy, akármennyire lem vagy a porba, akármilyen bűnbe kerültél bele hívőként is, nem engedhetsz a vádlónak. Tudod, milyen az, amikor vádol téged az ördög? Ugye tudod, milyen az? Tudod, milyen az, amikor eltévesztetted az irányt? Tudod jól, milyen az, amikor bűnbe kerültél? Nagyon nyomorult állapot. Akkor hagyna el téged a szerelmed? Akkor hagyna el téged az édesapád? Akkor, amikor ott vagy lenn a padlón, akkor még rád számol és ad egy ütést, hogy teljesen kiterüljél? Nem. Nem. Felvesz a vállára. Bekötözi a sebeidet. Elvisz a vendégfogadóba. Pénzt ad a fogadósnak. Nem azon gondolkodik, hogy miért lett agyonverve, nem kellett volna ilyen társaságba bekeveredned, és nem kellett volna ilyen emberekkel barátkoznod. Nem ezt mondja, hanem az ő szerelmét, az ő irgalmát, és pont egy szamaritánuson keresztül mutatja meg, akit utáltak a zsidók, mert nem voltak teljesen tiszták. És azt mondja, ez volt a fele barátja. Ez volt az, aki igazán Istennek a gondolatát képviselte, Istennek a lelkét, Istennek a szívét képviselte, és kilépte át ezt az agyonvert embert a lévita, a dicsőítésvezető, a pap, aki ment szolgálni, és ment Isten tiszteletre. Igen. Igen, mert az Isten nem azt akarta elérni nálunk, hogy jó emberek legyünk, hanem a törvény meg akarta mutatni, hogy nem tudunk jók lenni. De utána pedig behozott egy új evangéliumot, nem új evangéliumot, hanem ez evangéliumot, örömhírt, hogy szabadok vagyunk. Azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat. Na most itt van egy nagyon fontos történet, ami lenyűgöző és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Kiskorod óta szól hozzád az Isten. Mindenkihez. Nem a hívőkhöz, minden emberhez, és minden embernek van őrangyala. Halleluja. Ez így van. És tudod, mi történik, amikor megtérsz? Csak összeáll a kép. Csak összeáll a kép. Csak észreveszed, hogy ez az a hang, aki mindig szólt hozzád. Kiskorodba, már ott, és ott, és ott. És egyszer csak most a prédikátoron keresztül is az a hang szól. A probléma az, hogy amikor a prédikátoron keresztül nem az Isten szava szól, akkor te azt hiszed, hogy engedned kell neki. De nem kell. Ugye a múltkori prédikációmat valamelyiket kettes alára nyilvánítottam, mert úgy prédikáltam, mint a disznó a jégen. Hát van így. Van így az ember. És amikor a kubinyi karcsin keresztül nem az Úr hangját hallod, nem kell engedned nekem. Ez egy nagy tévesztés volt az egyházba, hogy engedni kell, mert a nagy testvér, a proféta, a felkent, a tanító, akin keresztül történtek, nem tudom, menjen megtértek. De ha nem Isten hangja szól rajta keresztül, nem engedhetsz neki. És amikor engedsz neki, elveszted a hallásodat. És amikor elveszted a hallásodat, elveszted a beszélő képességedet, és nem is tudsz beszélni az Istenről. A bárányok hallgatnak, igen, mert elvesztették a hallásukat. És szeretnék egy nagyon szép igét olvasni, ami nagyon fontos a zsidó levélből, mert az... A szövetség, a zsidó 8-10, mert a szövetség, melyek kötök Izrael házával ama napok miatt, mondta az Úr, adom az én törvényemet az ő elméjükbe és az ő szívükbe írom azokat, és lesznek nekem Istenük, és ők lesznek nékem népem. És nem tanítja kiki az ő felebarátját, és kiki az ő atyafiát, mondván ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem kicsintől a nagyig.
Miért fognak mindjárt, és most mindjárt olvasom tovább, de itt egy nagyon fontos, ezt az igét ismerjük, de higgyétek el, hogy életbevágóan fontos, mert eljön az az idő, amikor csak ez fog megmenteni téged, hogy hallod az Isten hangját. Nem a férjed, és nem a feleséged. Te hallod az Isten hangját. Ismered, felismered, vezetni tud. Életbevágóan fontos. És ha eltéveszted, akkor visszatérsz, nem baj. Nem fogjuk mindig hallani, mindig tutira megmondani, hogy igen, ez Istentől van, hanem azt mondjuk, hogy most eltévesztettük. Most a saját hangom után mentünk, most más után mentünk, most egy elképzelés, vagy egy vágy, vagy akármi. Meg kell, hogy itt éljed. De újra és újra vissza kell térned az Isten hangjához, a békességéhez, az öröméhez és a szeretetéhez. És még egyszer mondom, az Isten nem fog téged vádolni. Becsukta a könyvet a bosszúállásának és a harag. Lesz bosszúállás és lesz harag, de az nem most van. Becsukta a könyvet, amikor ezt az Ézsaiás tekercset olvasta, és értsd meg, most az az idő van, amikor nincsen vádlás az ember felé, hanem bűnbocsánat van. Ez az örömhír. Ez az örömhír, amit a Lator is hall ott fönn a kereszten, és azt mondja, hogy lehet. Azt mondja Jézus, persze, akarsz, gyere! Ennyi, gyere! Hát ő nem érdemelte meg. Hát ő biztos, hogy nem. Ő maga mondta, hogy nem. De lehet, csak úgy. Ennyi szemétség után, csak úgy. Be lehet menni oda, ahova mindig vágyottam. Csak úgy. Azt mondja, igen, gyere. Gyere, mert ezért halok meg, ezért szeretlek téged. Gyere, mert érted is meghaltam. Gyere, ez a kegyelem. És azt mondja, az Ószövetségben, a törvény időszaka alatt a proféták kapták meg az Istennek a hangját. És Isten mondta a profétán keresztül, hogy mit kell csinálni. Aztán látjuk, mikor királyt választottak, akkor, hogy a király eltért, akkor nagy bajba kerültek. De a profétákon keresztül kapták az Istennek a hangját. De az új szövetség nem erről szól. Azt mondja, egy új szövetséget kötök. Figyelj, ezt az igét most jól jegyezd meg, és jól olvasd el otthon is, és nézd meg, hogy miről szól. Azt mondja, a kicsintől fogva megismernek engem. Az Istennek a kegyelme kiárat, és az emberek szívéhez elhatol az Istennek a hívó szava. Te neked ebben hinned kell. Láttál már embert megtérni mostanába? Hát én hála Istennek láttam. Itt van ez a nagy darab. Ez úgy szitta a zsidókat meg a cigányokat a szaunában, mint a vízfolyás. Szerintem még minket is majdnem megverté, nem? Na, de nem sírtál, az biztos. Azóta nem így van, Jani? Na hát te most mi történt veled? Röviden. Megérintett Isten szeretete. Röviden. Nem voltál túl hosszú. A lényeget mondtad. És az ott a bőksz. Sokat. Sokat többet, mint egész életemben. De a szeretettől, nem a bánattól. Igen. Tehát egyszerűen, amikor ez az embert megérintette Isten szeretete és megtért, és bement az Isten országába, akkor tudom, hogy az Isten munkálkodik az emberek szívébe. Hiába kemény a főnököt, hiába gonosz, még a saját gyereked is sokszor. Hinned kell, hogy kicsintől fogva nagyig az Isten szól az emberekhez. Semmi más dolgod nincs, testvére, mint ezt a szót erősítsed a másik szívébe. És ha nincs kijelentésed, akkor nem kell okoskodnod. Akkor csak szeretned kell. De amikor Isten mond valamit, akkor add át. És azt mondja, hol a szemüvegem közben? Ajaj. Ja, itt van. Most már képzeljétek el, mindig veszek ilyen szemüveget. Most 1500 forintért a kínainál mindig veszek. És minden WC mellé, WC-re, lámpatartóra, törőköző tartóra, számítógép alá, számítógép fölé szemüveget veszek. Veszek 10-15 szemüveget, mindenhova rakok egyet, kettőt, hármat, négyet, csak előjön az egyik. Na mindegy, ez az egyik. De ezt a Jocó adta nekem, tehát ez nem kínai, ez kaposvári. És nem tanítja ki az ő fele barátját, az atya fiát mondva, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem, kicsintől nagyig, és miért? Figyelj, miért ismernek meg? Mert megkegyelmezzek álnokságaiknak. És a bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.
mikor újról beszél, óvá tette az elsőt, ami pedig megavult és megvénhedett, közel van az enyészethez. Tehát azért halljuk meg az ő szavát, mert megkegyelmeztek az álnokságainknak, és a bűneinkről nem emlékeznek meg. Azért halljuk meg az Isten szavát, mert közel kerültünk az Istenhez Jézus Krisztusban. Azért, mert a templom kárpítja ketté hasadt, és a szentek szentje kiáradt, és igazából közel lettél vive az atyához. Azért, mert az atya rád néz, és nem a bűneidet látja, hanem Jézus vérét látja. Azért, mert az Isten szeretete miatt kilettél vásárolva, meglettél mentve, teljesen rendben vagy. Ez az evangélium. Tehát ezért leszünk kicsintől nagyig tanítva, és ezért hallod az Istennek a szavát. Pontosan ezért, mert megkegyelmeztek neked, azért meg megbocsátottak neked, és akkor nem lehet olyan evangéliumot hirdetni, majd, hogyha megfelelsz, majd, hogyha ezt csinálod, majd, ha azt csinálod, majd akkor, hogyha rendbe jössz, majd akkor, hogyha ha beérsz valahova, majd akkor. Nem. Ingyen kegyelemből van ez. És ez egy fantasztikus dolog, és tudom jól, hogy sok hívő testvérem azért nyomorog, mert vádolja őt a sátán éjjel és nappal bizonyos elrontott dolgok miatt. És most megmondom neked, hogy nem engedheted meg, mert megbocsátott neked az Isten. És hogyha nem ezt gondolod, képzeld el, hogy megbocsátott az Isten, és hogy a vétkeidről nem emlékezik, hogy irgalmasságot és kegyelmet kaptál, akkor megsüketülsz. És sajnos a gyülekezet olyan tablettákat osztogatott a prédikátorok keresztül, hogy sükettség jött a gyülekezetre. Ha más nem, infúzióba adták be, ha már nem akartad bekapni. És amikor megsüketültél, akkor egy nagyon jó alany lettél arra, hogy irányítsad. Nem tudom, hogy figyelted-e a bárányokat, amikor kimész vidékre, csak kiáltsál nekik, hogy barikáim, gyertek ide. Elfutnak, mert nem ismerik a hangodat. Elfutnak. Elfut a bárány, és amikor megjön a pásztor, lehet, hogy nagyon szakadtul néz ki, lehet, hogy semmi jó nincs rajta, de megjön, és azt mondja, hogy barikáim, bárányaim egyből oda mennek, tolonganak, imádják a pásztort. A pásztor hangját meghallják a juhok. Megismerik. A pásztor hangját kell megismerned a prédikációba, a dicsőítésbe, az igébe, az Isten beszédébe is. És amikor nem a pásztor hangja jön, hanem a Kubinyi Karcsi hangja, annak nem engedhetsz. Ez egy nagy tévedés volt, hogy azt mondtuk, hogy légy engedelmes. Nem. Nem kell engedelmesnek lenned. Nem kell. Hanem képzeld el, engedelmes vagy. Érted, amit most mondok? Engedelmes vagy az Úrnak. Benned van ez a vágy. Ismered őt. Szereted őt. Amikor nagyon padlón voltam, és Isten azt mondta nekem, hogy semmi más nem csinálj, Karesz, csak azokat a pontokat közd össze, amikor találkoztál velem. Miért? Mert elvették tőlem rossz tanítások, az Úrnak a hangját. És megzavarodtam, és nem tudtam kiigazodni. És vissza kellett menni oda, ahol tudtam, hogy az Úr szól hozzám. 2 éves koromba, 10 éves koromba, 14 éves koromba. És amikor oda mentem ezekhez a pontokhoz, kezdett megnyílni a fülem. És rájöttem, hogy igazán Isten nagyon szeretett engem, és az Isten szeretete az, ami átölelt és a megtérésre hozott. És azt láttam, hogy olyan mértékű túláradó kegyelem töltötte be a szívemet, ami nem volt probléma, sokkal több mindent tud csinálni az Istennel. Ugye, hoztam ezt a példát, és egy nagyon érdekes dolog. A gazdag ifjú nem tudja eladni a nagy vagyonát. Az Zakeus pedig örömébe odaadja a nagy vagyonát. De gondoljatok bele, a gazdag ifjú jó gyerek volt, nem paráználkodott, nem ivott, nem káromkodott, megtartotta a törvényeket, tisztelte apját, anyját, és nem tudja meglépni azt, amit egy ilyen bűnös ember, aki lenyúzta a népet, és behódolt a rómaiaknak, örömében meg tudja tenni. Föláll, és szétossza a pénzt.
Mert a szíve megváltozott. Mert az Isten megérintette, és tudta, hogy ez sokkal nagyobb gazdagság mindennél. Amikor Isten szerelme betölt téged, akkor nem kell imádkoznod. Imádkozni fogsz. Nem kell igét olvasnod, hanem olvasni fogod az igét. Nem kell gyülekezetbe járnod, tehát vágyodsz, hogy gyülekezetbe menjél, hogy Isten dicsérjük együtt a testvérekkel. De ez a nyomorult törvényeskedés, ami bejött és beszivárgott és megmételyezett bennünket, ez tönkretette az Isten népét. De most az utolsó időben itt van egy forradalom, az a forradalom, ami a kegyelem forradalma. És Isten helyreállítja az egyházát, ez az utolsó etap, ebből indult ki, és ezt felejtette el, és ezt az injekciót adták be nekünk először egyébként. És most az Isten fölemeli az ő népét. És képzeld el, hogy olyan mértékben lesz ez forradalom, hogy nem lesznek a keresztények emberileg irányíthatók. Olyan nincs, hogy én megmondom nektek, hogy hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre. Ilyen nincs. Nincs ilyen. De nem csak az, hogy mindenki arra szavaz, akire akar, hanem értsed meg, ez a manipuláció. Amikor a kereszténységet erre használták. Hatalmak. Amikor megjelent a megtért tömeg, kiderült, hogy ezek sokan vannak. Élükre uralkodók léptek. A nagyok gazdagok lettek. Kiszolgálták őket. Bentley-vel jártak. És aranyból lett a csapjuk. És azt mondták, hogy az Isten megáldotta őket, mint Ábrahámot is. Csak téged miért nem áldott így meg, azt nem értem. Mert nem voltál abban a pozícióban, hogy leuralt, hogy kizsákmányold a birkákat, és megnyírjad. De az Isten nem birkanyírást adott nekünk, hanem Most mindjárt befejezem érni. Mondd ki te. Amen. Két tanú. Amen. Testvéreim, énekeljünk.